A majd három évtizedes múltra visszatekintő kétnapos esemény minden évben július utolsó hétvégén a hagyományápolás mellett a találkozásokra is jó alkalmat biztosít. Az összejövetel a gyermekek kézműves foglalkozásával kezdődött a Reformáció parkjában. Vargyas Hajnalka, Gyergyó Alfalui, Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület képviselője, a vendégcsoport vezetője fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását. Voltunk már 2016-ban Hertelendi falván, vissza is fogadtuk az itteni egyesületet, és szerettük volna ezt a kapcsolatot újraéleszteni, hogy új barátságok szövődjenek, valamint látjuk, hogy az itteniek számára is nagyon fontos a székely múlt, a székely gyökerek, és ennek az együtt átélése számunkra is óriási jelentőséggel bír, hogy tanuljunk egymástól. Este a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület nyári színpadán három nemzet, a magyar, a szlovák és a szerb kulturális műsorát láthatta a közönség. A székelyföldi gyermekek tartalmas műsorukban moldvai táncokat mutattak be a népes közönségnek. Kirakodó vásár is volt. A Torontálvásárhelyi Ógyógyszertár szaktársulat kézműves kozmetikumokat kínált. A mi társulatunk az egy ilyen szaktársulat, és az elsősorban foglalkozik a gyógyszerészeti technológiának az ápolásával. Úgyhogy valamikor hogy készítették a gyógyszereket, hogy készítették a kozmetikumokat, és akkor tartunk ilyen műhelyeket, ahol azok, akik nem vannak a szakban, bírják meg tanulni, hogy kell készíteni a természeti kozmetikumot, hogy lehet házilag szappant készíteni, és az egyetemi tanhallgatók, azok jönnek hozzánk, és akkor bírják látni, hogy kell, milyen módon készítették valamikor a gyógyszereket. Az aratónapok leglátványosabb része mindig a felvonulás Hertelendi falva utcáin. Ilyenkor a lovasok, a népviseletbe öltözött helyiek és vendégek, valamint az aratáshoz köthető gépezetek sorra mutatkozik be. A szervezés a sok év tapasztalat után már rutinosnak tűnik, de így is sok a feladat. Az anyagi feltételek biztosítása is kihívás, hiszen a pályázatok nem jelentenek biztos alapot, így más támogatókról is gondoskodni kell. A feladat az, hogy megbiztosítani a pénzt. Hát sajnos az idén azt kell mondanom, hogy nem sokan, szóval voltak szponzorjaink, vagy vannak szponzorjaink, magánemberek, a tartománytól kaptunk valamennyiske pénzt, az idén a várostól sajnos nem kaptunk semmit se. Este Aratóbál zárta a rendezvényt, melyen a jelenlevők egy kis művelődési műsort is megtekinthettek.